Hello, sziasztok, Nerik vagyok, ez az első Minecraft tutorial videóm. Ebben a részben szeretném bemutatni egy obszidian generátort, aminek a működési elve, kis redstone, láva és víz. Tehát így néz ki maga a rendszer. Kar meghúzásával láva kiömlik és obszidian képződik. Meghúzzuk megint a kart, láva nem jön tovább, és szabadon lehet bányászni az obszidiant. Első ránézésre bonyolultnak tűnik a rendszer, de valójában egész könnyű megépíteni, amit most meg is fogok nektek mutatni. Először is kezdjük azzal, hogy ásunk egy gödröt, más színű blokkkal kitöltjük, és minden irányba három kockát ásunk. Ezt kitöltjük más színű blokkokkal, ez csak formalitás kérdése és design. Utána szépen körbeássuk mind a négy oldalt. Úgy kész is. Felhúzunk mind a négy oldalra 4-4 falat, sarkokat kihagyva, és itt a bejáratokat is. Utána, hoppá, ez kimaradt, jó. Tehát ide középre berakunk utána mindegyik oldalra egy-egy blokkot. Ezeknek a blokkoknak mind a négy oldalát feltöltjük egy-egy vízkockával. Jó, ha ezzel kész vagyunk, akkor szépen itt elfalazzuk a vízkocka széle felett, mind a négy oldalon. Utána csinálunk mind a négy oldalra egy átkötőt, ez majd a későbbi redstone elektronikába fog szerepet játszani. Majd középre berakunk egy blokkot. Ha ez megvan, kinyitjuk a négy sarkát, és minden négy piston berakunk, úgyhogy mindegyik a másik felé nézzen, és a végén majd egy blokkot le fog itt zárni. Tehát ide egy láva blokk fog kerülni, amit szépen körbe is fog zárni, ha ez áram alatt van, amit meg is mutatok, hogy néz ki. Tehát ezt szépen bekötjük. Tetszőlegesen kivezetjük az elektronikát. Most én egy kapcsolót rakok ide, erre akármit rá lehet kötni, de célszerű kapcsolót, ugye, mert csak ez a generátor. Tehát be is kapcsoljuk. Amint láthatjátok, a pisztonok szépen lezárják ezt a helyet itt. Ide lávát helyezünk el. Majd megtöltjük a négy bejáratot redstone-nal, hogy a láva ne ömülhessen le, hanem csak a redstone tetején végig fog futni. Hát ennyi lenne, meghúzzuk a kart, a láva kijön. És kész az obszidián. Meghúzzuk a kart, eláll a láva, és lehet is bányászni. Tehát ennek az a rendszernek az a hátránya, hogy rengeteg redstone-t igényel, tehát dönts el mindenki magának, hogy megéri el. Az elrejtést nem részletezem, ezt megoldja mindenki maga. Ennyi lenne mára, sziasztok!